Üdvözlök mindenkit itt a Big Game, én Tamás vagyok, és itt van velem Ábel a kamera mögött. Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit! És megvettük a legolcsóbb snipert. Nézzük meg, hogy milyen. Nice. Na, srácok, hát volt már pisztoly, volt már AR, és most a legolcsóbb airsoft snipert megvettük. Nem is húzzuk a szót, az időt, ki is nyitom, Tájvágáról rendeltük, itt a jó kis svájci bicska, úgyhogy akkor nyissuk is ki. Mindjárt elmondom, hogy mennyibe kerül, srácok, annyit mondok, hogy nagyon olcsó volt, és hát kíváncsi vagyok, hogy mit lehet majd vele csinálni, mennyire használható, ugye? Mert snipereknél főleg mondják, hogy azt nagyon ki kell tuningolni, hogy jó legyen, nagyon sok pénzt rá kell költeni, hát most kiderült. Hát rendeltünk pár dolgot, most így gyorsan át még rajta, egy kis BioBB, ide a kertbe, hogy azért mégiscsak. Akkor rendeltünk, hú, ez ilyen kicsi, micsoda, én azt hittem, ez nagyobb lesz, szóval rendeltünk céltáblákat, vagy nem is tudom, ez ilyen kicsi. Jó, hát ez a TV, hát én azt hittem, hogy nagyobb lesz. Lényeg, ezek ilyen kis fém, mondjuk ez is jó lesz, hogy lerakjuk az asztalra, ilyen kis fém céltáblák. És akkor szépen lehet majd lődözni. Amúgy nem olyan rossz ez. Jobb itt a semmi, mint hogy a falat lőnénk, hogy írtátok a kommentben, hogy miért mindig a falat lőjük. Most már ezeket fogjuk, úgyhogy király. Hát nézzük akkor, hogy miből élünk. Megpróbálom normálisan kiszedni. Ho-ho-ho-ho, micsoda. Ó, értem, jó. Oké, na várjatok, ezt félre is rakjuk. Na, hát itt is van, srácok. Mutatom a dobozt, nem tudom mennyire látjátok, mert megint is szét van, így, én nem tudom, hogy tájvágán, ugye erre lőnek célba, de az összes ilyen dobozuk így, mint a be lenne lőve bébi, szerintem erre lőnek rá, én nem tudom, hogy miért csinálják ezt, mindegyiken van ilyen kis lyuk, na mindegy, ez is meg van sérülve, lényeg, hogy itt látjátok magát a replikát, hát egy elég fapados doboz, mondjuk ahhoz képest minden rajtan, ugye ez egy Double Eagle márka, ami mostanában ugye nagyon szeretik, név szerint az M52-es. Változat, ugye ebben van egy hosszabbik verzió, annak nem tudom most mi a neve, ez a legkisebb, legolcsóbb verzió volt, 47 euró volt, srácok, az mennyi, ez ilyen 17-18 ezer forint körül van, azt hiszem. Hát lássuk, hogy mit kapunk ezért, ugye, figyeljetek, a doboz az ennyi. Oldalán még van pár ilyen info, hopáp, ugye nagyon fontos, hát figyeljetek, nyissuk fel, ne abozzunk. Nézzük, srácok, szépen lassan. Oké, és hát elénk tárul, odafigyeljetek. Na, álljatok. Először is van nekünk egy céltábla papírból, ez a szokásos, ezt mindig adják az ilyen replikákhoz, főleg a régiekhez, ugye ilyen kis céltábla, hátulatán egy ilyen cucc, hogy mit nem szabad csinálni, meg ilyenek, ilyen anime karakterekkel. Akkor kapunk még egy ilyen kis leírást, mindjárt mondom, hogy ez mi. Igen, ez ilyen használati útmutató, hopápot, hogy állítod, tárat, hogy töltöd meg, mindent, itt mindent. Hogy tisztítod, az nagyon jó. Külön tutorial, hogy hogyan kell tisztítani magát a replikát. Ez amúgy nem rossz, ez hasznos főleg kezdőknek. Itteg mindent leír a replikára, úgyhogy amúgy ez tök jó. Haladva tovább, hát kezdjük akkor, van nekünk egy ilyen kis kártyánk. Ezt kérlek szépen a sorozatszám feltüntetve, illetve egy mérés, hogy 400 FPS mérték 0-20-as BB-vel. Ezt nem tudom, most a Tájvágánál vagy a gyártónál, szerintem az a gyártónál egyébként. Igen, és hogy 6 mm-es kaliber is, ugye M52. Jó, van egy ilyen kis kártyánk. Kapunk egy szíjat. Hát ez fém, a csatolás fém, de ezekbe általában nem szoktak megbízni az emberek, főleg ilyen olcsó replikánál, de kapunk. Ezt most nem fogjuk szerintem használni, de ez is jár nekünk, úgyhogy itt van. Akkor adva tovább, kapunk egy kis, hát ilyen kis szötyi bébét. Ez nem tudjuk, hogy milyen minőség, ezt is most inkább csak félrekik, valószínűleg nem fogom használni. És valószínűleg ez 0-20-as BB. Akkor kapunk hozzá egy gyors töltőt. Hoppá, hoppá. Plusz ez jó, ez mindig jó. Ezeket elhagyjuk, széttörik, ez amúgy esküszöm mindig jó, manapság már sokszor elhagyják, pedig amúgy hasznos. Plusz egy gyors töltő. Fakje. És hát akkor jön a lényeg, de figyeljetek már. Tárat egyelőre nem találok, reméljük, hogy a replikában van. Van egy kis védőcuccunk, ezt félre rakjuk. Oké, akkor ugye egyben van a replika, nem kell összeszerelni, egy csomó snipernél össze kell szerelni. Jó, benne van a tár. És itt van, srácok, hopp, ilyen védőcucc. Jó, rakjuk félre a dobozt. Na, itt van maga a replika, srácok. Elsőre, ami feltűnik, hogy nagyon könnyű. 1530 g maga a replika, szóval tényleg nagyon könnyű, ami nem feltétlenül rossz. Az anyag használat az full műanyag. Tehát minden műanyag, a szerelék sín is műanyag, és hát ez nem a legjobb műanyag. Ez nem az a jó kis double eagle műanyag, ami a M900-as szériánál van, ez még a régi
Nem recseg amúgy, mert egybe van. Szóval látjátok, most nyomogatom. Nincs ez a recsegő, mint a Cima G36 cémnél. Nincs ez a recsegő hang. Ezt lejtöd, a földre ketté törik. Tehát ez egy olyan műanyag, hogy ketté tud törni, úgyhogy erre oda kell figyelni. De amúgy egybe van, tehát nem lötyög, nem recseg. Oké, ez itt fém, ez a felhúzó. Ez teljesen fém, ami jó. Van itt nekünk ugye egy safety-nk is. Ez a Novricsos replikámon is ugyanitt van, és általában mindig véletlenül, ahogy így húzom fel, átrakom szépbe mindig. Hát mondjuk ez itt kisebb amúgy, úgyhogy meglátjuk majd, hogy milyen használt közben, de ugyanúgy van ott egy safety, akkor a váltámasz gumírozott itt hátul, ami jó, tényleg egész kényelmes, hogyha ez tényleg jó, olyan gumírozott, akkor itt van egy ilyen szíjakasztónk, ez is fém. Ez nagyon jó, úgyhogy ez is fém, és a második szíjakasztónk pedig itt elő található, ami szintén teljesen fém. Ugye itt van nekünk egy szerelégsín, ez műanyag, illetve itt alul is van nekünk egy szerelégsín, és ez is szintén műanyag, ami kicsit para, de egyre stabilan ott van. De hogy ugye ide főként bipod, esetleg ilyen markolatár, ez nagyon hülyén nézne ki, ide főként ugye bipod, ami jó lehet. Elsütő billentyűnk is teljesen műanyag, minden. Abszolút teljesen műanyag az egész, mondom, fém egyedül itt van, meg talán a belsejébe. De minden más műanyag, ja meg a szíjakasztók. Jó, ahogy látjátok, ez egy ilyen lerövidített változat, valószínűleg ez is sokkal olcsóbb. Ahogy nézem, ez talán minden jól megy. Szóval elméletileg ezt talán le kéne tudnunk csavarni. Hát nagyon előtettem, hogy lehet, hogy ketté repedni. Itt van az illesztése a külső csőnek, így két részből így összeforrasztva, nem tudom. És ez így lehet, hogy el tudna repedni, meg volt egy kis recsenés. Szerintem nem lehet hangdompítót elrakni sajnos. Meg úgy néz ki, mintha ezt le lehetne csavarni. Jó, nem lehet lecsavarni, srácok, úgyhogy hagyjuk. Itt van nekünk egy gomb, tárkieresztő. Megnyomjuk, kiadja nekünk a tárt, hogy nagyon jó. Vagy egy kis bevágás is, hogy hozzá tudjunk férni az ujjainkkal. És akkor így néz ki. Hát olyan, mint a Novricsnak, csak hogy ez nem átlátszó. 25 bb fér bele, úgyhogy kb. Annyi, mint Novricsnál amúgy, azt hiszem. Ezt most így visszarakjuk. És akkor jól kattan amúgy, tehát van egy ilyen kattanás. Ugye ez kérdés, hogy kesztyűbe mennyi, de amúgy ami érdekes, hogy ki adja nekünk. Tehát Novricsnál nem adja ki, ott beragad a francba és nem bírod kiszedni. Itt kiadja. Ez amúgy már egy előnye, ugye esküszöm. Figyeljetek, hoppá, az hol található? Kérlek szépen, az itt található. Csak úgy, mint a Novricsos replikánál érdekes. Itt van egy kis pöcök, és ezt tudjuk így húzogatni jobbra-balra, és akkor ezáltal állítjuk a hopápot. Ugye van nekünk egy normál, tehát a hop nélküli, és van egy ilyen hop nyíl. Féltek, akkor most üresbe lőjünk vele párat, hogy úgy nagyjából milyen, meg hogy milyen felhúzni. Jó, hoztam szemüveget. Amit még észrevettem, hogyha safety-be rakjuk, akkor az első billentyűt nem tudod lenyomni, egyáltalán nem. Ha ki, akkor meg már igen. Úgyhogy amúgy ez is egész jó. Na figyeljetek, akkor nézzünk egy felhúzást, hogy milyen. Ugye alapvetően 400 FPS-t ígérnek 0-20-assal, szóval nem extrém erős, ennél sokkal erősebb sniperek is vannak, lássuk. 3, 2, 1. És amúgy nem nehéz felhúzni. Ja, nincs benne erős rugó. És amúgy ez itt teljesen fém minden, ami nagyon jó. És nagyon egyszerűen amúgy. Aha. Most előbb engedtem vissza, és átállított a safety-be, úgyhogy erre oda kell figyelni, de féltek, egyszerű. Amit szoktak teszni, tudod, hogy ez így mennyire, hát nem azért ez itt így akadozva megy, de nyilván ez most egy ilyen fasság, ezt is szokták csinálni. Amit még szoktak csinálni, tudjátok, hogy ide rakjuk az ujjunkat, akkor leteszteljük, hogy milyen a air seal. Na nézzük. Hát, nyilván ez most egy hülye teszt, szóval ez lehet, hogy nem jó, de ugye Novicsnál van ez a teszt, ez itt annyira nem működik, megpróbálom még egyszer. Hát nem. Ami para, hogy nem is érzek itt levegőt kijönni, srácok. Nulla. Szóval valószínűleg már itt előbb elszakik. Na mindegy. Amondom vagyok, hogy rakunk rá egy szkópot, és nézzük meg, hogy néz ki szkóppal. És itt is van, srácok, szkóppal felszerelve. Amúgy. Akartam bipodot is enni, de elfelejtettem. Sajnos. De amúgy. Ugye ez az eredeti szkópunk, amit kaptunk az Discovery Optiktól. Tökéletesen rámegy, sima, és amúgy jó. Pont jó helyen van, tökéletesen jól lát egy célkeresztet, pont jól be van állítva. Nyilván az éröink az nincs, tehát hogy a célkereszt szarul van beállítva, de úgy
úgy tisztán látni benne. Amúgy, hogyha fétek, jól néz ki, elmondolják, hogy akkor most már csak kronozzuk le 0-20-as BB-vel, aztán meg célba lövünk vele egy olyan, nem tudom, majd elmondjuk egy olyan 20-30 méterrel. Úgyhogy lássuk. És itt vagyunk, srácok, akkor lássuk, 0-20-as BB-be van állítva, első lövés. Kilőtte, 392, második lövés, 387, harmadik lövés, 394, negyedik, 395, és egy utolsót, 393. Hát nagyjából tényleg a 400-at mondjuk rá meglövi. Na, itt is vagyunk, srácok, kameramán vegye, ott vannak a célpontok, egy asztalom, ott vannak 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab cél, ilyen fém, úgyhogy hát akkor lássuk, első lövések, nulla hopp, tehát most direkt nem állítunk hoppot, 0-28-as BB-vel ülünk most már, ide úgyse kell nagyobb most, mert akkor távolság nincsen, lássuk akkor. Kezdem a jobb szélső célponttal, az a baj, ugye nincs beállítva a célkereszt, úgyhogy nem tudom, hol fog lőni, lássuk. Hát ezt most nem láttam, hogy őszinte legyek, de akkor újra. Egy. Oké. Még egy. Jó, nem tudom, nem hallatszik. Nézzük a következőt, még négy célpont van. Ah, ráérzek, szerintem. Igen. Most már... Na, most én nagyjából tudom, hogy hova lő. És amúgy... Megvan. És amúgy, hogyha rászoksz, hogy hova lő, akkor kb. Mindig oda lő. Úgyhogy amúgy az idáig nem rossz. Nézzünk egy messzebb távot. Itt vagyunk, srácok, a következővel most sokkal messzebb mentünk. Ugyanúgy hopp nélkül fogunk lőni, meglátjuk, hogy ellövünk-e odáig. Első lövés. Hát, de annyira kicsik a cél, hát innen már ez nagyon-nagyon pici. És amúgy elő odáig, srácok, hopp nélkül, csak az a baj, hogy annyira kicsi a cél. Igen, és a végén már azért össze-vissza, féltek, egy hoppot állítunk rajta, egy nagyon picit, így. Nézzük most. Hú, basszus. Ezt nem hiszem, egy felette megy el egy kicsit. Egy megvan. Már egyet sikerült azért. Még akkor próbálkozunk. Az a baj, hogy ott a végén már azért kicsit inkonzisztens az egész, tehát néha felfelélő, néha egy kicsit lentebb, nem nagyon, de ugye mivel ilyen kicsik a céltáblák, ezért ez számít. Ja. Hát figyeljetek, egy utolsó lövés még. És sikerült. Többé nem próbálkozunk. Előadáig lazán. Ha egy ember lenne, akkor lazán általán nem. De figyeljetek, nem tudom, hogy én hogy látom a célkeresztet. Na, srácok, hát kb. Úgy látom. Tehát ilyen kicsik. Nem tudom, mennyire látjátok. Hát, ja. Mindig kettőt eltaláltunk, úgyhogy... Fuck yeah. Na, hiszen, srácok, az összegzéssel. Egész jól lő egyébként. Tehát az árahoz képest szerintem nagyon szép lőképe van. Nyilván nem tudtuk letesztelni a maximum lőtávját, mert nincs hozzá helyünk egyszerűen. 30-40 méter laza neki. Kb. Úgyhogy... És csak 0-28-as BB-vel használtuk, simán lehet ezt többen is szerintem használni. Hopápja működik, szóval hoppolta a végén, úgyhogy figyeltek, kb. 18.000 forint ez is. Vesztek hozzá nyilván még egy jobb szkópot, az meg tudja dobni az árat, de amúgy nem olyan rossz, szóval működik, tehát hogy egész jó. Ilyen az anyaga, azt mondom még egyszer, az nem a legjobb, tehát kicsit sorjásított, ez a tényleg ez az izémű anyag, amit lehet, ez akkor szét tud törni. Figyeljetek, ennyi pénzért szerintem nem olyan rossz ez. Az látszik, hogy ez a double égőnek, ez még a régebbi fajta replika, ez nem az újabb, mint amiket most dobnak piacra, de hát előbb-utóbb ezt is frissítik majd. De amúgy nem olyan rossz. Nem azt mondom, ajánlom, mert amúgy a snipert kezdőknek meg pláne nem szoktuk ajánlani. Akinek ez így tetszik, ez a forma, meg nem tudom, megpróbálhatja. Úgyhogy figyeltek, remélem tetszett ez a videó. Ha igen, akkor iratkozzatok fel, döbbetek a lájkot és várjátok a kövérészeket. Szevasztok! Sziasztok!